Luther Márton 1517. október 31-én függesztette ki 95 pontban foglalt téziseit a katolikus egyház reformálása érdekében. Erre emlékezvén tartják világszerte a reformáció emléknapját október végén, Máté Szalkán a Calvin szobornál ünnepeltek. Máté Szalk az első város Magyarországon, ahol Calvin Jánosnak, a nagy reformátornak egészalakos szobrot állítottak. A kis ünnepségünk után pedig ismét örömtüzek gyúlhatnak szívünkben, mert átmegyünk a Kossuth téri református templomba, amely a magyar kormány támogatásával idén most fejeződött be a felújítása, és ennek a nagyon szép középkorú templomnak új köntöst adtak a mesterek. A felújított nagy templomot a reformáció emléknapja alkalmából adták át, ahol ünnepi istentiszteletet is tartottak. A hit ereje és istentisztelete a legfontosabb most, amikor környezetünkben, Európában egész más szelek járnak, vissza kell nyúlnunk gyökereinkhez, és mi reformátusok, az 500 évvel a hátunk mögött, 5 évszázaddal a hátunk mögött, azt gondolom, hogy van mire alapozni, van gyökerünk, van miből táplálkoznunk egy ilyen nemes ünnep alkalmából. A templomban a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke is szólt, Fülöp István szerint a legfontosabb a reformáció üzenete. Semper reformari debet. Mindig meg kell reformálódni. Ez a reformátusoknak egy fontos mondata. Az, amit kell, hogy jelentsen, hogy ugyan azt mondjuk, hogy reformáció emléknapja, de ne egy emléknap legyen csupán. Ez legyen a mindennapok része, hisz minden nap meg kell újulnunk, minden nap félre kell tennünk a bennünk lévő óembert, és fel kell öltözzük az új embert. Az elnök hozzátette, a reformáció 500. évfordulójának jubileumi előkészületei már térségünkben is tartanak.